Apokalipszis részvénytársaság. Aknázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működő tőkével rendelkezik. A győztes nyereménye egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Újabb hétbe kanyarodtunk, és a mai nap az amúgy is különleges mindnyájunk számára, mind Magyar Dávid kollégám számára, akit a stúdióban köszönhettek, mind az én számomra. Szóval egészen speciális a mai nap, mert hogy egy éves az a nyilvános összödi beszéd. Egy éves a nyilvánosság beszéd. Mert az igazság beszéd az már lassan másfél éves. Csak hát a zárt körben ünneplik, mint ahogy zárt az, körben hallgatták meg. Hát az igazság természete az már csak ilyen. Érlelték egy fél évet, miután odaadták nekünk a publikumnak, hogy egy jót szórakozzunk rajta, és egy kellemes őszi báli szezont indíthassunk be. Szóval ahogyan az index.hu publicistája Tóth Avi Árpád nevezi, az örömhír, az evangélium, ahogyan nevezi az összödi beszédet Tóth Avi Árpád, ez nyilvánosságra most egy éve került. Ma. Úgyhogy ennek jegyében újra egy kicsit összödözünk. Főleg azért, mert van nekünk egy súlyos problémánk az összödi beszéddel. Az az érdekes, hogy nekünk az összödi beszéddel elsősorban nem is az összödi beszéd a problémánk, hanem az, amikor és az, ahol az összödi beszéd elhangzott. Tehát, hogyha az összödi beszéd az nem az összödi pártüdülőben, vagy Gyurcsány Ferencnek a magánbirtokán, de az valami, mi is az? Hát az annak idején egy állami intézmény volt, amit Gyurcsány Ferenc az államtól felvett hitelen vásárolt meg, úgyhogy visszabérelte tőle az állam, tehát gyakorlatilag ingyen került az ő tulajdonába, majd csinált belőle egy kormányüdülőt. Összöd már önmagában egy... Csodálatosan példázza azt, hogy Magyarországon hogyan lehet valamire is jutni. Igen, de maga összöd az már egy intézmény, az már, hogy mondjam, abban már benne van minden. Ez egy garancia. Igen, de már az már egy szitok szó önmagában, és akkor még a beszéd el se hangzott. Szóval nem elsősorban az a bajunk, ami elhangzott, hanem hogy ez egy ilyen titkos frakció értekezleten hangzott el, nagy titokban, illetve a választások után. Tehát az összödi beszéd az úgy jó, ahogy van, hogyha az a választások előtt hangzik el. A sajtótájékoztatón. Vagy a parlamentben. Vagy a nyilvános tévévitán. Igen, mondjuk. Az korrekt lett volna. Az egy igaz országhoz vezetett volna. Egy ilyennel leült volna, tehát egyik oldalon Orbán, a másikon Gyurcsány, és Gyurcsány előadta volna ezt, hogy elkurtuk nem kicsit nagyon, és így elmondta volna ugyanezt a szöveget, akkor lehet, hogy szavazok rá, komolyan mondom, akkor azt mondom, hogy ez egy tökös gyerek, de valahogy nem így történt. Nem lettetek volna sokan. Azért az Gyurcsány is úgy gondolta, tehát ez is talán átvillant egy pillanatra az agyá, hogy ez is lehet egy stratégia, amit most felvetettél, de aztán hamar elvetette, a másik lóra tette, és bejött neki. Tehát lehetséges, hogy így elvesztette a te bizalmadat, de szerintem sokan vannak ebben az országban. Igen, akikét megnyerte. Szóval az összödi beszéd, ami szerintem most már, hogy másfél év eltelt az összödi beszéd elhangzása, és pontosan egy év az összödi beszéd kiszivárgása óta, talán megengedi számunkra, sőt, talán megkívánja tőlünk, hogy egy bizonyos távolságtartással, egy bizonyos történelmi léptéket megtartva ettől az eseménytől nagyobb távlataiban vizsgáljuk, tehát hogy ne csak a primitív ocsmányköpködés, amit egy éven keresztül ment. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mi távolságot tartunk összöd és magunk között, tehát hogy képesek leszünk legalább ezt egy köpésnyi távolságot tartsunk meg, azt javaslom. Egy fröccsönésnyit. Pontosan annak érdekében, hogy tudjunk alternatívát kínálni a közbeszéd Kossuth téri szintereivel szemben. Tehát, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy ezek a bizonyos... Hogy meghaladjuk a szödöt végre, fölé emelkedjünk? Hát, vagy legalábbis tanuljunk belőle, okuljunk belőle, nem mintha nekünk kéne okulnunk a szödből,
De lehetséges, hogy abból a szempontból... Hát szerintem kell okulnunk összedből nekem, az ugyanúgy. De én még én de tudnék azért olyanokat ebben az országban, akiknek inkább kéne okulniuk összedből. De nekünk is, tehát meg kellett tanulni, szerintem összed gyönyörű, mert az azóta eltelt egy évben történt annyi katasztrófa Magyarországon, így velünk, amennyi Trianon óta nem. Tehát, hogy így szinte minden hónapra jutott valami gyönyörűség, amit így élvezet lesz felidézni szerintem a műsorban. Én a legnagyobb hibáját, illetve hogy a legnagyobb problémát abban látom, hogy igazából én azt veszem észre, hogy nem történt semmi. Tehát így jó ízön beletörődtünk abba, hogy lehet az utcán embereket verni, meg lehet hazudtolni a demokráciát, el lehet venni a hitünket abban, hogy a képviseleti demokrácia Európában még működik, és egyébként ülünk a babérjainkon, és továbbra is tátott szájjal nézzük azt, amit összed előtt. El lehet venni a hitünket, de nem adni helyette semmit. Mert az, hogy elveszítjük a hitünket, az még hagyján. Csak az a durva, hogy ebben a fajta korrupt demokráciában már történelmileg jó párszor elvesztették sokak a hitüket, és ennek az alternatívái aztán olyan rendszerek lettek, amikben meg fokozatosan a 20. század során veszítettük el a hitünket. Tehát a weimari rendszernek az alternatívája, mondjuk két alternatíva közül választhattak azok, akik elégedetlenek voltak a weimari egyébként meglehetősen korrupt rendszerrel. Hát az egyik az a fasizmus volt, a másik pedig a bolsevizmus volt, és hát hogy mondjam, a 20. század pedig az ezen alternatívákból való kiábrándulásnak a története. És akkor most mi maradt a mi számunkra? Maradt az iszlám? Hát én nem imádkoztam ma még négyszer, pedig most hogy az órámra nézek, már legalább négyszer kellett volna imádkoznom. Itt nálunk, hogy mondjam, viszonylag szűkében vagyunk az alternatíváknak. Úgy tűnik, hogy a demokratikus, a nyugati liberális intézményrendszer az nem biztosította be saját magát a korrupció, a saját rendszerének, intézményeinek a működtetői oligarchiává formálódása ellen. Sőt, úgy tűnik, hogy az egyik mozgatórugója lett a korrupció, tehát, hogy amit persze szép szóval lobbizásnak nevezünk, amikor a cégek belefolynak a politikai döntésekbe, egyébként úgy is, mint szakértők, tehát, hogy nyilván a nagy multik tudják, hogy hova érdemes tenni a milliárdokat, ők tudják, hogy működik jól a gazdaság, egyébként erre az ő referenciájuk a saját cégük, amivel felzabálják a világot, és nyilván egy politikai elit, egy országot vezető garnitúra, az előbb-utóbb lefekszik nekik, hiszen hát olyan mértékű, olyan erejű tőke van mögöttük, hogy azt mondják, hogy ti biztos jobban tudjátok, ráadásul jól is jön nekem az a kis pénz, amit a zsebembe csúsztattok. Ez a korrupció, amit lobbinak nevezünk, ez mozgatja ma a rendszert, és ennek a korrupciónak válik áldozatává nyilván Gyurcsány Ferenc és kis kormánya is, és persze én szerintem pontosan ugyanilyen lehetett az előző kormány, mármint a Gyurcsányt megelőző Fidesz kormány, én nem tartom semmivel sem jobbnak őket, csak más színezete volt, más köntösbe bújtatták ugyanezt a hazugságot. Egyébként tökéletesen igazad van, ékes példáját láthatjuk a mai politikai életben annak, hogy a demokráciából hülyeségeket beszélek, tehát a gazdasági életből átvett menedzserek, azok tökéletesen tudnak irányítani egy országot. Hát konkrétan Kuka Jánosra gondolok, aki igazolta tehetségét egyszer a gazdasági életben, és most felvirágoztatta országunkat 1,8%-os GDP növekedéssel, 7% inflációval. Nem, az már több. Sikertörténet. Jaj, ha számoknál tartunk. Most futottam bele, és csak így átfutott az agyamon a gondolat. A mai hír volt, hogy a reálkeresetek csökkenése ebben az évben, illetve az elmúlt egy évben, az 6,7% volt. Ugyanez a szám, hogyha februárt néztük az előző februárhoz, akkor 7,1%, és így az jutott az eszembe, hogy az egyhavi jövedelmem, az az éves jövedelmemnek a 8,5%-a. Tehát Gyurcsány Ferenc és társasága egy év alatt egyhavi fizetésünket vette el mindenkitől. Ez egy nagyon ezek nagyon bonyolultak nekem ezek. Nem, például valami olvastam valami könyvet a csillagászatról, és ki abból kiderült, hogy a Merkuron egy nap az hosszabb, mint egy év. Mert hogy gyorsabban fordul meg a nap körül, mint a saját tengelye körül. Tehát hosszabb egy nap, mint egy év. Ez is olyan, hogy így értem, csak nem tudom egyszerűen elképzelni. Robi, a következő, vagyok ezzel is. Következőről van szó. Egy havi átlag nettó keresetünkben az országban 110.000 forint a KSH szerint, valamivel több néhány ez forinta. Következőről van szó, felszállsz a villamosra, nálad van az egész havi fizetése, Gyurcsány Ferenc meréd el, és kivette a zsebedből. Erről van szó. Ha őszinte vagyok hozzátok, akkor azt tudom mondani, hogy tele vagyunk kétségekkel. Hogy a
magabiztosság mögött ott van a örlődés és a gyötrődés. Egészen pontosan tudom, hogy mindaz, amit csinálunk, az nem lesz tökéletes. Hogy egy sor ügyben fogalmam sincsen, hogy melyik a... Nem a hatodik lépés, még a harmadikat sem tudom. Tudom az első kettőt. És egyszerre kell megpróbálni előrevinni ezeket az ügyeket, fenntartani közöttünk az együttműködést, a jó hiszeműséget, biztosítani a koordinációs partner támogatását, fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetőit és vezető publicistáit, hogy mire számíthatnak bevonni őket ebbe a folyamatba. Megtanulni nem fölsziszenni minden pillanatban és menni előre. De hogy tudom kiszámolni minden lépésünknek a következményét? Nem tudjuk. Nincsen ennyi kapacitásunk. Az az igazság, hogy csak reggel 7 órától éjjelig dolgozik legjobb csapat, és hiába egy pont után nem lehet szélesíteni. Nem tudjuk 12-15 embernél többen körül ülni azt az asztalt, amelynél meg kell állapodni kormányzati emberekkel, minisztéri emberekkel, meg szakértőkkel. Nem tudjuk. Ennyi tehetségünk van, gyerekek. Nincsen sok választ. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen büszmeséget még ország nem csinált, mert mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségei, hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valahogy is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végén. Semmi. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Szarakodtak azon, hogy hogyan transzban ez majd a tudikörösség elszámolásuk bassza. Jöttek párak, akik megértették, hogy amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük. Úgy őriztük a titkot, hogy miközben tudtuk és ti is tudtátok, hogy el fog jönni a választási győzelem után, nagyon neki kell állni, hogy soha ilyen problémánk nem volt. Úgy őriztük a politikai egységet tavaly nyár óta, és mögötte mondjuk a szakma politikai egységet, mint soha ebben az elmúlt években. Vagy talán sose. Természetesen mindaz, amit tudunk, az anyagaink kidolgozottsági foka hagy maga után kívánni valót. Igen, még adatok van. Pontosan tudjuk mi azt, hogy rengeteg kockázattal nézünk szembe. Önök azt mondjátok nekem, hogy vigyázzunk oda, mert hát az Alkotmánybíróság visszaküldhet dolgokat, tudjuk mi ezt. Nem baj, hogy mondjátok, de higgyétek el, tudjuk.
Egy nagyon szűk csapat dolgozik Petréter Jóska mögött, mert hogy nem engedhetjük be a minisztérium egészére ebben a fázisban még 5-6-7 ember reggeltől éjszakáig, a szó legszorosabb értelmében, hogy nehogy baj legyen. Őrületbe kergetjük egymást bizonyos pontokon, hogy összeszedjük a szükséges mennyiségű pénzt. Ma kollégákkal, amikor mennek a politikai egyeztetés, hogy húzatok ma a picsába ezzel. Gyerünk előre! Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Azt mondja ez a jó ember, hogy egy nagyon szűk csapat dolgozott rajta, mert ebben Petréter Jóska mellett. Mert ebben a fázisban ezt nem engedhettük még be a minisztériumba. Tehát azt mondja nekem a miniszterelnök, hogy a kormánya nem tudhatott bizonyos dolgokról. Azt mondja, hogy azok a szervek, amelyek az ország kormányzására lettek létrehozva, ugye alkotmányosan, azok nem tudhatták meg, hogy milyen módon készül ő kormányozni az országot. Tehát milyen döntésekre készül. Hogy a nagyon szűk csapat, az mivel foglalatoskodik egyébként, ez annyira rásegít az emberek egy részének a fejében dolgozó összeesküvés elméletekre, tehát az, hogy egy nagyon szűk csapat a kormány fölött van. De 17-en, de ezek már nem összeesküvés elméletek. Ez az, tehát ő elmondta, nem elmélet. Kikotyogta, hogy ez így megy. Ez az összeesküvés gyakorlata. Tehát, de nem, az, amikor arról beszél, hogy 17 embernél több egyszerűen nem tud körülülni egy asztalt. Most én arra vagyok kíváncsi, hogy a Magyar Köztársaság alkotmány ez az asztal, ez hol szerepel, amelynél a döntések születnek. Tehát így hol? Tehát igen, a demokratikus rendszer, a jogállami döntéshozatali szervek leírása, és így szépen itt sorban van minden, hogy a parlament, meg a minisztériumok, meg nem tudom, és akkor ott van az asztal. Az az asztal, az 5.2-es cikkely, az asztal, ahova csak nagyon szűk kis csapat fél. Ahol Petréter Jóska, és még Veres Jancsi, Kóka. De nem is nevesíti meg őket, tehát az a durva, hogy az a durva, hogy nem tudhatjuk, hogy kik voltak, azt tudhatjuk, hogy Petrétei, Veres, Kóka, Gyurcsány. Tehát így kb. Így ennyit tudhatunk most. Annyit tudunk, hogy a kormány nem volt ott, tehát az összes kormánytag nem volt ott. Nyilvánvalóan pártfrakció nagyon kis százaléka lehetett ott, ha egyáltalán ezek a pártból voltak ezek az emberek. Tehát így egy olyan 5-6 ilyen jó haver. Azért szerintem rossz indulatúak vagytok. Tehát nézzük végig az egészet, hogy gyakorlatilag hány ellensége kellett megküzdeni ennek a szerencsétlen kormánynak. Ugye elsősorban ott vannak a szavazók. Igen. Ott vannak a szavazók, ott van a köztársasági elnök, ott volt a választás, ami tele volt buktatókkal. Várjál, ott van a köztársaság. Kire felejtjük. Ott van az alkotmány, várjál. De az alkotmánybíróság, mit is mondta? Tudjuk, hogy vissza fognak dobni egy pár dolgot az alkotmánybíróságról, de ez hogy képzelik? Tehát én ezt így nem értem. A mögöttük álló tím, aki mondjuk egy jogszabályt, egy törvénytervezetet kidolgoz, ők nincsenek tisztában az alkotmánnyal. Hát vagy épp vagy tudják, hogy visszafogják dobni. Átfér az ablakon, megpróbáljuk átdobni. Nem dobták vissza raj. Ez hogy nem értem. De tényleg félelmetes egyébként, hogy ők itt ebben a helyzetben tettek egy rövid távú antidemokratikus kísérletet tulajdonképpen. Ez azt is lehetne mondani valamest, hogy ez egy pucs kísérlet volt, amely nem a hatalom hosszú távú bebetonozására, hanem a hatalom átadásának 4 évig való halogatására ez szólt. Ez egy olyan pucs kísérlet volt, ami egyébként bejött, ami azt célozta, hogy a demokratikus választási rendszert azt iktassuk ki egy pillanatra, jó? Tehát itt vagyunk a választás előtt, nagyon nagy szarban van az ország, de mi erre most senkinek se fogjuk elárulni. Egyébként ezek olyan adatok, amiket közzé kell tenni. De várjál! Azt mondtuk, hogy hát akkor hazudjunk valamit, hamisítsuk meg őket. Jól van, gyerekek, csináljuk, írtak egy másik jelentést, leadták, az EU nézett, hogy tényleg így álltok, így van az ország, és azt igen, így vagyunk, és megnyerték a választásokat. És az... ez az választási csalás. Tehát sokan érvelnek azzal, hogy más választások előtt is történtek ilyenek, valószínűleg történhettek ilyenek, hogy Orbán is hazudott, stb. Erre pedig csak azt tudjuk mondani, hogy igen, és nem. Tehát az érvelést elfogadjuk, és nem. Elsőrendűen azért, mert lehetséges, hogy korábban is történtek ilyenek. De egyikre sincsen olyan megfelelbezhetetlen bizonyíték, mint az Öszödi beszéd. Ez olyan, mint a Watergate. Másrészt pedig lehetséges, hogy korábban is történtek ilyenek, de ilyen machinációval eddig
2006-ig még senkinek nem sikerült megtartania a hatalmat. Tehát lehetséges, hogy korábban is történtek ilyen mahinációk, tudjuk jól, hogy mennyit osztogatott Orbán, emlékszünk, hogy Horn Gyula sem a ciklus végén csinálta meg a bokros csomagot, hanem a ciklus hát első harmadának végén. Mégis soha senkinek nem sikerült ilyen módon megtartani a hatalmat. Lehetséges, hogy Gyurcsány csak egy gyakorlatot folytatott. Lehetséges, hogy így van. De ez a gyakorlat eddig még senkinek nem jött be. Gyurcsánynak ekkor ilyen módon bejött. Tehát a lényeg hogy... az, hogy kísérletet mindenki tett választási csalásra, de őnála ez sikeres lett, tehát megvalósította azt a tényállást, ami egyébként egy jogi kategória szerintem, csak valahogy ezt ebben az országban senki nem akarja tárgyalni, hogy itt bizony olyan mértékű hazugságot sikerült az ország torkán lenyomni, aminek ha a birtokában lettünk volna a valódi tényeknek, akkor ezt a kormányt nem választják újra, tehát elhallgattak közérdekű információkat, magyarul választási csalást követtek el. Ami a fontos része, én szerintem az összödi beszédnek arról sokkal kevesebb szó van, mint a kevésbé fontos részéről. Én azt gondolom, hogy a Kossuth téren, mondjuk a Kossuth térieknek, hogyha ilyenről lehet beszélni, mondjuk úgy azt gondolom, hogy a 60-70%-a az összedi beszédből kb. Annyit értett meg, amennyit a Hír TV újra meg újra leadott, amit unásig ismételtek, hogy elkúrtuk, nem kicsit nagyon, a kurva ország. Igen, egy ekkora böszmeséget még ne, így kb. Ez ment át az emberek tudatába, és az emberek ezen vannak felháborodva. De tegyük hozzá, önmagában már ez is érthető. Igen, nem kevés. De úgy gondolom, hogy az emberek többsége az azt a rétegét az összedi beszédnek, ami az igazi botrány, mert az, hogy elkúrtuk, nem kicsit, nagyon szarul kormányoztunk. Nyilvánvaló, hogy mindegyik miniszterelnök, vagy valaha volt miniszterelnök, ilyesmit gondol a saját kormányzásáról, nem gondolhat ugyanis más, ha más gondol, még nagyobb a baj. Akkor a realitás érzéke szállt el. Sajnos az a szörnyű, hogy egy olyan rendszerben élünk, amelyben ha egy miniszterelnök hazudik, az a kisebbik gond, mert hogyha nem hazudik, és még szűk körben is azt mondja, amit a kamera előtt, akkor elment az esze. És azt gondolom, hogy ha a hazug korrupt vagy az őrült között kell választani, akkor még mindig jobb talán, ha a hazug korruptat választjuk. Az az igazság, hogy ez a demokrácia, ez a polgári társadalom, amikor létrejött, már akkor kipróbálásra került a két létező politikusi habitus. Az egyik az, hát ez a francia forradalomban történt, az egyik az Robespierre, a másik az Danton. Tehát röviden, Danton, aki néppárti, Danton, aki szót ért a kofával a piacon, de Danton, aki elteszi a 10 000-est, hogyha odaadják neki, és utána úgy intézi az ügyeket, hogy ne legyen gond. Tehát ő az, aki megvesztegethető, de ő az, aki ért a népnyelvén, és ő az, akitől nem kell félni. A másik az Robespierre, ő az, aki megvesztegethetetlen. Ő az, aki gerinces, ő az, aki egyenes, ő az, aki tisztességes, és ő az, aki könnyékig tocsog a vérben. Most az az igazság, hogy ez a kétfajta politikus létezik. Talán nem árulok zsákba macskát, hogyha azt mondom, hogy aki más, mint ez a kétfajta politikus, az valahol ennek a kétfajta politikusnak a hibridje. Tehát ez vagy, a két... vagy nem viszi semmire. Tehát aki hát, más módon próbálkozik a politikai pályán, azt már az első körben kibúrják. Na most a helyzet az nem túl rózsás, nekünk itt Dantonjaink vannak. Nincsenek Robespierre-ek, és tudjátok mit? Egyébként nem is baj. Ünnepeljünk. Halleluja. Kiáltsunk halleluját az égre, hogy nincsenek Robespierre-jeink. A 20. század bővelkedett Robespierre-ekben, és a 20. század azért volt olyan mocskos undorító, mert bővelkedett Robespierre-ekben. Most a Dantonok, akik körülvesznek minnyájunkat, mind-mind azt kiabálják az ellenfelükre, hogy ő Robespierre. Mindegyik Danton az ellenfelében Robespierre-t láttat, holott mindegyik Danton nagyon jól tudja, hogy az ellenfele Danton, és honnan tudja olyan nagyon jól? Abból a szinkos összekacsintásból, abból a függöny mögötti készfogásból, amit rendszeresen elkövetnek egymással. Nyilvánvaló, hiszen egy Robespierre-rel nem lehet megegyezni a függöny mögött. Egy Robespierre-rel egyszer találkozol, és akkor a fejed rálóg a giotinra. Egy kosárból nézel kifelé, és onnan látod Robespierre arcát. Na most az az igazság, hogy nincsenek alternatíváink. Nekünk Dantonok jutottak,
és örüljünk, hogy dantalok jutottak. De milyen dantalok? De ráadásul milyenek? De tényleg a leghitványomját fogtuk ki. Tehát ezek az ilyen kókafélék, ezek irritálóan rossz arcok, de komolyan annyira szutykok, hogy egyszerűen az ember azért szégyeli magát, hogy tényleg egy ilyen országot sikerült összehoznunk, hogy nincs egy rendes olyan politikus, aki legalább úgy ver át minket, hogy azt mondjuk, hogy na végre. Ez egy jó politikus, jól csinálja, érted? Valahogy hiteles, de nem, nálunk nincsen senki sem hiteles. Az összedi beszéd kapcsán azért nekem más is szúrja a szemem. Mégpedig lehet, hogy én vagyok naív, de én ebben azt látom, hogy gyakorlatilag a hatalmat gyakorlók, itt nevezetesül ugye a kormány, illetve a miniszterelnök, általánosságban és nem csak Magyarországra nézve, tehát a polgári demokrácia az per pillanat itt a nyugati féltekén úgy működik, hogy alapjaiban tré. Ugyanis ebből semmi más nem derült ki, mint az, hogy semmiféle jogi, morális és egyéb kontroll nincs a kormány fölött. Nincs, semmi. Egyébként az a durva, hogy benne vagyunk az EU-ban, az EU számára és senki nem szólt semmit vált ez az egész, és nem szóltak semmit, és miért nem? Mert tudták, hogy ez az ország pillanatokon belül összeomlik gazdaságilag. Egy ember van, aki hajlandó vállalni azt, hogy felveszi a buvár szemüveget és fejest ugrik a pöcegödörbe, hogy az aljára lemenjen és onnan még valamit kihozzon, ami használható, és az Gyurcsány Ferenc is azért, mert ő az, aki a pöcegödöröt megtöltötte szarral. Tehát ő lesz az egyetlen ember, akit oda lehet állítani, hogy Ferikém, akkor most lapátolt ki onnan, amit beletettél. Egyébként ez a probléma, hogy ezzel viszont elvesztettük a hitünket a demokráciában. Eddig is elég gyenge volt Magyarországon ezzel a rendszerrel kapcsolatos, hogy mondjam, a legitimitás. Tehát az emberek valahogy úgy voltak vele, hogy hazudnak, lopnak, csalnak, de most tényleg az van, összed után az derült ki, hogy elérkeztünk a Rubikonhoz, átlépte. Ez egy olyan választóvonal, hogy itt nincs visszaút. Tehát ha ez marad, akkor nekünk annyi. És maradt. Ezért annak az előre bocsátával, hogy amit csinálunk, az messze nem tökéletes, nem tudok nektek B-verziót mondani. Aki a Magyar Szocialista Párt környékén befolyásos, véleményformáló makrogazdasági ügyekben, Kornaitól, Bokrosig, Békéstől, Surányig, Vértestől, a Jobbiktől, csak azokkal végigbeszéltük, végig szenvedtük, végig üvöltöztük. És azt is meg kell mondjam nektek, hogy nagyon sok nagy ötlettel találkozom. Hű, a 700-át neki. És kiderül, hogy még a legnagyobbak is, a legtöbbre tartottak is 100 milliárdos nagyságrendű tévedésekben vannak. Veszünk ingatlan adót mindenkire. Tudjátok, hogy mennyi jön be ingatlan adóból, ha minden ingatlan megadóztatunk, ami 5 millió forintnál drágább? Alacsony értékhatárt mondtam. Nem 100 milliót, 5-öt. És egyébként még odaadjuk még az önkormányzatoknak azt az 52 milliárdot, ami a kommunális adóból bejön, mert akkor azt oda kell nekik adni, mert most az ő bevételük. Az egész sztorinak az egyenlege kevesebb, mint 20 milliárd forint. Oda jön hozzám Magyarország talán legbefolyásosabb üzletembere, Demján Sándor. Hatalmas nagy hanggal. Hogy Ferikém, olvasom a Sárközi tanulmányban, hogyha minden háttérintézményt bezárunk, akkor 700-800 milliárd forintot fogunk megtakarítani. Mondom, Sanyikám, normális vagy te? Hát legalább te tudhatnál számolni, áldjon meg a jó Isten. Oda jön Surányi Gyuri barátunk, hogy ő neki megvan, hogy hogyan kell átalakítani úgy a minimálbér adómentességét, hogy közben fönt lehessen tartani az igazságosságot. És dolgozunk sokáig vele. Majd elküldi a papírját, amire kiszámolja. És kiderül, hogy minden nagyon jó, csak azt nem tudja, hogy létezik az adójóváírás intézményem a Magyarországon, és azt is át kell alakítani, és az 230 milliárd forint összességében. Ja, hát ha 200 milliárd forint benne van a pakba, akkor már nincsen megoldásunk. Azt mondja nekem Gyurcsány Ferenc, hogy ő úgy beszél Demján Sándorral, Magyarország leggazdagabb, vagy második leggazdagabb emberével, nem tudjuk. Most a régió talán leggazdagabb emberével, igen. Az egyik legbefolyásosabb üzletemberrel, hogy Sanyikám, normális vagy te? Tehát ezt mondja Demján Sándornak, aki egy többszörös multimilliárdos. Én inkább úgy képzelem el, hogy a Demjánnak az irodája előtt, ami ott a Western City Center előtt van, tudod, ahol a sóhivatal volt, ott politikusok szép hosszú sorban, bevallom őszintén, hogy én ezt nem a kis ujjamból szoptam, politikusok szép hosszú sorban ülnek levetett kalappal a bejárat előtt, tudod, ahogyan a szegény ember az STK-ban. Ajukat rágcsálják, szomorognak, a gyűrött töltönyüket igazgatják. Igen. És várják a bebocsájtást. Ahogy a legény anyában bement. Igen, és verejtéküket törölgetik a halántékukon. És amikor végre kijött Rogán Tóni és Gyurcsány bemehet, akkor Gyurcsány azzal kezdi, hogy
Most mondjuk el, normális vagy te? Normális vagy te? Hogy így ezt elképzeljük, persze. Jó, hát el kellett játszani a legalább a frakció előtt, hogy azért ő valaki, nem? Tehát, hogy ő így van a Demjánnal, úgyhogy neki aztán ne szóljon innen most senki. Ez nagyjából egy ilyen dominancia. Na, hát ez körülbelül olyan, mint amikor a Gyurcsány előadta, hogy, ő rendszeresen bérmálkozott. Igen. Azt tudni kell, azt tudni kell, hogy a bérmálkozás az a, tehát az, a, az amit a protestánsoknál úrva, a protestánsoknál várjál, most jövök én. Rendszeresen, azt nem igen, hozzá, igen, van. Igen. A protestánsoknál ezt úgy hívják, hogy... Játszunk be zenét, nem? De igen, várjál. Hogy hívják ezt? Te se tudod? Az első áldozás, azt gondolom, hogy ez a bérmálkozás, nem? Igen. Ez az, amit a... Most szerintem... Az első mond még egyszer, Bekavarodunk mi is ám. Figyelj, akkor tegyetek fel egy kérdést az SMS falra, jó? Hogy mondja meg valaki, aki ezzel tisztában van, mert ti nem vagytok, ez látható. Jó, hát én nem. Mi az első áldozás a protestánsoknál? Na mindegy, de nem is ez a lényeg. Igen? Az a lényeg, hogy ez egyszer játszik. Ez egyszer játszik az életben. Na, hát ő rendszeresen csinálja, ennyire buzgó. Hát én ezért csak felnézek rá, hogy ő ilyen jó hívő. Ha jól emlékszem, akkor ő pap akart lenni talán, vagy nem is tudom, meg ezek szerintem a szokásos... Szerintem akkor legfeljebb pápa akart lenni. Nem, pápára jött. Egyébként az, hogy saját imidzsét mennyire próbálja felépíteni, és gondolom, hogy ezek a beszólások is nyilván azért... Konfirmáció. Köszönjük szépen. Amellett, hogy ezek a beszólások azért így gondolom, hogy akkor pillanatnyira pattanak ki a fejéből, de ez mind hozzájárul ahhoz, hogy ő előadja azt, hogy gyakorlatilag egy olyan imést próbál kiépíteni, amit a jobb oldalon már valamelyest sikerült az Orbánnak. De tekintve azt, hogy én arra gondoltam, nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor a Medgyesit ugye gyakorlatilag, hát valószínűsíthetően ő buktatta meg, előtte ő sportminiszter volt, de a sportminiszteri széke az már rezgett, mert hogy emlékeim szerint úgy volt, hogy akkor őt fölállítják a székből. Tehát Medgyesi meneszteni akarta, mint sportminiszter, reggelente hadovált össze-vissza a televízió adásokba, ő mint sportminiszter, nem tudom, hogy kerülhetett oda, univerzális szakember ő is, mint látjuk egyébként. Hát úgy került oda, hogy Medgyesinek tanácsadója volt, nem? Én úgy tudom. Arra emlékeztek, hogy jött létre a sportminisztérium. Hát Dajcs hozta létre az ifjúsági minisztérium. Ifjúsági és sport. És nem ő hozta létre, hanem neki hozták létre. Igen, erről van szó, tehát hogy kellett Dajcsnak. Bár... Miután lediplomázott, kellett neki egy minisztérium. Kellett egy minisztérium. Tehát ez olyan, mint a aputól a diploma ajándékba kapsz egy autót. De addig nem vezetheted, amíg nincs vele. Mit kapott Dajcs Tomi Viktortól a diploma ajándékba? Kapott tőle egy minisztériumot, és aztán Jánosi György lett az ifjúsági és sportminiszter, majd pedig Gyurcsány került arra a helyre. A gyermek és ifjúsági igen. És sport. És nem tudom. És hát egyből meg is szüntette azután, Gyurcsány azután, hogy miniszterelnök lehet. Hát bezárta maga mögött a kaput. Tehát lényeg, hogy belépett a szarába, az ajtót. Köszöni, ő nem kirugró deszkát maga ellen. Tehát, hogy ez érdekes egyébként, hogy valakinek ekkora véleménye van arról a nagyon felelősségteljes pozícióról, amit korábban elfoglalt. De nehogy az legyen, hogy a negyedik vagy a nyolcadik éve végén ezt az egész miniszterelnöki posztot is megszünteti, ahogy az előző miniszteri posztját. Tehát csak nem lesz 8, ne hülyéskedj már, eddig mennyinél tartunk, fél úton váltott a megyót. 6 lesz, igen, 6 éve lesz. Megérni. De azért ez is a legnagyobb teljesítmény, hogyha így nézzük, nem? Tehát erre eddig senki nem volt képes. Az volt még érdekes a beszédében, az összödiben, amikor azt mondja, hogy nem tudok nektek B-verziót mondani. Tehát erre az emberre úgy szívesen bízom rá az országot, nem? Aki úgy azt mondja, hogy na, én felveszem a szemellenzőt, így elindulok abba az irányba, mert ott olyan nagyszerű kilátások vannak, rájön, hogy ő most éppen készül belépni a szakadékba, és akkor azt mondja hátrafordulva, hogy srácok, nem tudok semmit, csak előre. Nincs más tervem. Hogy lehet, hogy ez az ember így kézbe vette az országot, és ennyit tudott ki? Nem, az a fantasztikus, hogy ott még az összödön, abban a frakciókörben ez megállt. Mert azt mondta, hogy nincs B-verzió, gyerekek. És tudjátok, hogy miért nincsen B-verzió? Mert elkúrtuk, mert belevezettem az országot egy zsákutcába. De miért? Azért a szaros 500 ezer forintért, amit ti havonta fölvesztek. Tehát ez az elkúrás, ez a kvázi elkúrás, tehát az, hogy ezt megcsináltuk, és visszahoztuk szarból a kormányzást, ez a mi érdekünkben történt, ez egy közös felelősség, tehát most mindenki fogja be a pofáját. És
meg is lett a hatása, mert azután, hogy ezt a frakció megtudta, hogy az ő tudta nélkül kormányoztak, az ő tudtán kívül eljutották a frakció elől is az ország helyzetét, az, hogy törvényjavaslatokat, illetve reform csomagot dolgoztak ki anélkül, hogy a frakció egyáltalán tudott volna róla, a minisztereknek, a minisztériumoknak, az egész parlamenti képviselői komplett állománynak a megkerülésével. Ezt úgy nyelték le, mint kacsa a nokedlit. Miért? Mert tudták jól, hogy ők ezért egy 4 éves egzisztenciát kapnak. Csak hogy amikor ez kiszivárgott, ott már nem állta meg a helyét. A társadalom előtt ez már nem állta meg a helyét. Csak egy valami begondolja. Mert mi nem kaptunk tőle 4 év egzisztenciát, mi nem kaptunk tőle egy 4 jobb évet, mintha az lett volna, hogy még ha tudod mit, ha azt mondtuk volna, hogy tudjuk, hogy ez el lett cseszve, hogy ez hosszú távon visszaüt, de legalább lesz még 4 jó évünk. Tehát ebben még belement volna az ország, képzeld el, ha azt mondod, hogy még lesznek ilyen meg ilyen szociális juttatások, utána nagy szarban leszünk, mert tényleg nagyon halaszthatatlan reformok vannak, de most még úgy jól van, gyerekek. De mit gondoljunk, mi az MSZP, de mit gondoljunk mi az MSZP frakcióról, akik ezt megtudják, és a szaros havi 500 ezer forintért mindegy plusz költségtérítés, bocsi, tehát azért ezt így fűzzük hozzá, mindegyik befogja a pofáját. Nem, azért tegyük hozzá, hogy erre gondolkodtak, hogy na ezt a Ferit elküldjük innen most már a halálnak a izéjére. Aztán gondolkodtak, hogy na jó, de ki mer a helyébe ülni? Ki lesz az? Melyikünk oda és vezeti ezt a éppen szarba süllyedő, kerékagyig süllyedő országot, ezt a szekeret, ki fogja kirángatni? Nem, Ferikém, ezt te fogod kirángatni, szépen itt maradsz, és végigcsinálod. Mert hát azt nem lehet, hogy széthullunk, és akkor jön a Fidesz, nem? Ezt azért nem engedhetik meg maguknak. Jó, bárki viszont kép, senki bárki más kép. Nem ült volna. Jó, várj, ez nagy kérdés, bocs, tehát állj meg egy pillanatra. Minek után azt tudjuk, hogy a választások előtt jóval, nem csak hogy a kormány, hanem az MSZP teljes tagsága tisztában volt azzal, hogy mekkora a kakiban ülünk. Egyáltalán én megkérdezem, hogy mi motiválta őket abba az irányba, hogy akkor most feltétlenül nyerjük meg a választást. Miért nem engedték el a kis kötelet, finoman hátrahúzódunk, hagyjuk a Viktort biztos befutónak, aztán majd ő takarít. Tehát igazából... Lehet, hogy olyan kínos lett volna, hogy akkor kínos. Már... Kínos! Figyelj, el tudom képzelni, hogy Viktor meglátván azt, hogy még annál is sokkal rosszabb állapotban van az ország, mint ahogy ő hagyta itt, sokkal-sokkal rosszabb állapotban. Lehet, hogy azt mondtam volna, hogy na jó, akkor elég volt, most jön az a rész, ami eddig még nem volt a magyar demokrácia történetében, hogy akkor felelősségre vonás lesz, mert ilyen még nem volt. És lehet, hogy ezt érezték, hogy nem kéne hagyni. Szóval azt tudom nektek mondani, hogy álljunk neki, csináljuk meg. Sok igazságotok van a figyelmeztetésben, a féltésben, a részletek ügyében. Csak azt tudom mondani, hogy nem fogok játszani semmilyen játszmát. Sem így. Tesszük a dolgunkat. Amíg nagy tempóban lehet menni előre, addig megyünk. Ha nem lehet menni, és elmagyarázzátok, hogy reform igen, de... Ahhoz én szerintem én nem köllök. Ahhoz más köll. És írok meg kibaszott jó könyveket a modern magyar baloldal. Róla. Gyerekek, kell még majd mondanom, Indiko? Na jó, de attól aztán már tényleg a vér az arcomba fut, hogyan ezek viháncolnak. Tehát, hogy az ország legnagyobb gyalázatával szembesülnek, és itt úgy viháncolnak tényleg, mint akiknek klitorális orgazmusuk van. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Hú, nekem most megütöttem a fülemet az utolsó mondat a Ferinek, az a... kell még valamit mondanom, Ildikó? Ez milyen volt? Én ezt eddig nem hallottam el. Valószínűleg volt egy skic előzetesen, amit letettek elé, hogy erről kell beszélni. Én nem tudok. Figyelj, Feri, ezt most el fogod mondani. Nem, én ezt nem akarom. Feri, kiállsz és elmondod. Jó, Ildikó, csak ne bánts még egyszer, kérlek, ne bánts. Na jó, most elmondtam Ildikó, de most akkor jó, vagy még valamit kell még valamit mondom? Hogy... Ildikó, tegnap elmondtam azokat a hazugságokat, amikről ma be kell számolnom. Ildikó, mindent elmondtam? Hogy tényleg ezt én, de nem, egyébként én ezen nem tudok napirendre térni, hogy itt egy ilyen szarpoénon ezek viháncolnak. Tehát megtudták azt, hogy 4 éven keresztül ők parlamenti képviselők voltak, de nem.
Tehát ők most szembesülnek azzal, hogy ők valójában az ő parlamenti képviseleti mandátumuk, illetve a felhatalmazásuk az nem ért szart se. Tehát, hogy ők úgy lett a bábok voltak egy játékban. Igen, hogy kiátszották őket. Hát, hogy ugyanúgy átlettek verve, mint mi. Tehát ők igen. Az alsó 10 millióhoz tartoznak. Tehát ők most tudták meg azt, igen, most tudták meg azt, hogy nem az elithez tartoznak, őket is átverték. És egy ócska szarpoénon úgy viháncolnak, de komolyan, hogy az embernek tényleg vér szalad az arcába. Tehát, hogy mik ezek? Kik ezek? De tényleg, tehát, hogy még föl sincsenek háborodva, ki sincsenek akadva. Hát én ott lettem volna, és megtudom azt, hogy engem kihaltak az országot érintő döntésekből, hol a parlamenti képviselő volnék, ráadásul kormánypárti, és itt mondja meg a miniszterelnök nekem, hogy engem kihagyott ebből, mert én erről nem tudhattam. És akkor azt mondja, hogy hát és majd írok könyveket a modern baloldalról, és azt mondom, hogy de jó pofa! Robi, tehát, hogy így ez a reakció. Nem, Robi, ott nem a miniszterelnök ült, és nem a parlamenti képviselők ültek vele szemben, hanem a kenyéradó kisgazda ült a sok szerencsétlen csóriói szemben, akinek tömi a száját. Jó, most megaláztál egy történelmi pártot, azt tudnod kell. Bocsánatot kérek. De ő vitte be ide őket, ez igaz. Tehát így Feri elmondta nekik a saját nyaralójában, amit az államtól lopott, hogy gyerekek, nagyon csúnyán átletetek verve, de ne aggódjatok, mert 4 évetek még van, megcsináltam nektek a szoros 500 000-eteket, és akár azt mondták, hogy ez a Feri, ez tök jó arcat, ilyen még soha nem volt. Ti miért gondoljátok azt, hogy egy parlamenti képviselő honatja? Ezt én mondtam? Nem. Az én számot ez a szó nem hagyta el. Itt szó nincs erről. Tehát pontosan, amikor látjuk, hogy milliókat guberálnak össze. Nem a felelősségről beszélek, nem a felelősségről. Itt semmi másról nem beszélek, mint a kivagyiságról, az egóról, a büszkeségről, a gizdaságról. Ha én parlamenti képviselő vagyok, akkor én elég gizda vagyok ahhoz, hogyha megtudom bár arra, hogy parlamenti képviselő vagyok, hát könyörgöm, én vagyok a törvényhozó. Hát én vagyok, könyörgöm első számú hatalmi ág ebben az országban a parlament. Miért? Mert ez az ország, papíron legalábbis, parlamentáris demokrácia. Ez azt jelenti, hogy a parlament a túlsúlyos. Ez azt jelenti, hogy a parlamenti képviselőnél elvileg nincsen nagyobb hatalmú ember. Mert a parlamenti képviselő dönt mindenről, tehát a miniszterelnök is csak a törvényeken, a törvényhozáson keresztül tudja gyakorolni, a parlamenten keresztül tudja gyakorolni a hatalmat. Erről szó. A miniszterelnök személyéről is a parlament. Na erről van szó. Tehát mindenki a parlamentnek felelős, a kormány is a parlamentnek felelős, a köztársasági elnök is a parlamentnek felelős. Én egy parlamenti képviselő vagyok, és minimum négy éven keresztül azt élem meg, hogy én vagyok az Uber király. Nem csak azért, mert parlamenti képviselő vagyok, hanem mert a többségben lévő parlamenti frakciónak vagyok a tagja. Tehát a kormánypárti parlamenti képviselő, hát annyira gizda lennék erre, és akkor megtudom, hogy én mégse. Hát én rohadt ideges lennék, és ebben semmi honatyaság nincsen, csak gizdaság. Kezdeném azzal, hogy mondj egy pártot Magyarországról, amelyiknek elnöke van, és vagy azzal szemben, hogy mondj olyan elnököt, pártelnököt, akinek nem pártja van, ha érted, hogy miről beszélek. Tehát itt a farok csóválja a kutyát már helyből, és az a nagy probléma azzal, amit mondasz, hogy te ezt így látod kívülről, mert naív vagy. De amikor bennülsz a parlamenti székben, akkor nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a státuszod. Akkor tudod, hogy a Ferinek vagy a csiskája. Robi, nézd végig a képviselőket, vagy. Könyörgöm. Tehát neki esik az Attila út sarkán a rendőröknek egy alsógatyába, nem áll meg a rendőrnek, mert ő nem fog szondát fújni, és megveri az orvosi rendelőben megveri a rendőrt, aki éppen kiérkezik, mert már tereüvöltött a falut. Ilyen emberek a parlamenti képviselők. Miből gondolod te azt, hogy ők felelősen döntenek bármiről, és nem arról szól a történet, hogy ő begagyizza magát oda havi 4-5 kilóért, meg 8 millió forint éves benzinpénzért. Az Apokalipszis RT utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a haldokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Olvasok SMS-eket, mert nagy az elmaradásunk. 2005. szeptember 16-ával, fél évvel böszöd előtt, így hurrogta le az MSZP platformját, akik valószínűleg sejthettek valamit. Mármint Gyurcsány, gondolom. A megszorítás politikája a jövő eltékozolása.
Hát akkor ezt mondta, máshogy gondolta. Ezt mondta Gyurcsány, akkor amikor elkezdte a... Ez a Saul is másként gondolta, mint mielőtt, tehát mikor Pál lett, akkor egész más véleménye volt, hát Gyurcsánnyal is így van ez. De jó lenne, ha csak könyvet írna Feri, bárha valami idióta megvalósítja, hát nem tudom, írja Demoguglali. Megmondanátok, hogy mi az a zene, ami az Apokalipszis RT főcímzenéje? Igen, ez Jean-Michel Jarre, ez a legutolsó Jean-Michel Jarre lemeznek, a Tio and Tia című lemeznek a egyik dala, aminek az a címe, hogy Okay, Do It Fast. Már hogyha le akarjátok tölteni, vagy megvásárolni. Nekem mindig is az volt az érzésem, hogy az lesz politikus, aki nem ért a szakmájához. De mi a szakmája? Ezeknek nincs szakmájuk sem. Jó, hát Orbán Viktornak mi a szakmája, arra vagyok kíváncsi. Orbán Viktor az egyik legnagyobb, korunk legnagyobb megélhetési politikusa. Tehát a saját önéletrajzában is az szerepel, hogy 2 vagy 3 évet dolgozott összesen, gyakorlatilag 91 óta a politika tartja el. De várjál, még a parlamentbe sem megy be, tehát képviselő, de azért nem megy be, tehát nem megy be ülésezni, meg én nem tudom. Tehát, hanem hát ő közvetlen a néppel tartja a kapcsolatot, érted? Tehát, hogy így a demokratikus intézményi rendszer az elvileg azoknak lett kitalálva, akik nem a nép tövéről fakadnak olyan direkt módon, mint maga Viktor. De vannak olyanok, akiknek nincsen szükség. Tehát, hogy végülis a parlamenti képviselet az így arra lett kitalálva, hogy a hatalom az egy, tehát így létre lettek hozva ilyen hatalmi csatornák, tudod, amiken keresztül a társadalom, a nép akarat az így megnyilvánul. Tehát Orbán Viktor, amikor oda megy, mondjuk szőlőtövet metszeni, mondjuk. Kolbászt tölteni? Vagy kolbászt. Erre sem emlékszem. De tényleg a magyarság tartalékaidat játszod el éppen, azt jól, ha tudod. Vagy rúgja a bőrt. Vedd észre magad. Vagy mondjuk rúgja a bőrt. Hát ott megvalósul az a fajta önfelett egyesülés a nemzettel, együtt ami mozdul, mint egy fölöslegessé teszi. Persze Viktor tudja, hogy azért sokak számára ez sokat jelent, ez a demokratikus intézményrendszer, ezért nem is szüntette meg annak idején, amiért mi nagyon hálásak vagyunk neki. De azt is bár tudja... Bár lehet, hogy jobban jártunk volna megszüntetni, mert akkor nem jött volna Feri. Na jó, ezt most nem hallottam meg. Melyik kezem van? Igen, most az a kérdés, hogy demokráciát akarunk, vagy Ferit nem. Most ez a fő kérdés. Várjál, tehát az demokrácia, hogyha Feri van? Az a demokrácia? Nem, de sokféleképpen lehet nem demokrácia, és ezen lehetőségeknek csak az egyike Feri. Mert hogy Feri nem demokráciában létezik, mert hiszen nem is hisz benne, ugyanis nem engedte meg nekünk, hogy az ország valós helyzetét megismerve szavazzunk, hanem ő hazudott nekünk egy másik országot, egy kurva országot, és mi arra szavaztunk. És aztán kiderült, hogy bocsánat, de ez csak egy illúzió volt, valójában létezik itt egy nagyon rossz helyzetben lévő ország, és a számlát, gyerekek, ti fogjátok kifizetni. Na, ez nem demokrácia. Én attól félek egyébként, hogy nem csak Feri fejében nem létezik demokrácia, hanem amit az előbb említettünk, hogy Európának semmiféle reakciója nem volt arra, ami itt történt. Gyakorlatilag az, hogy kiderült egy választási csalás. Én félek attól, hogy Európa nem azért nem szólt bele, mert hogy ekkora gazdasági kakióban mégse tenyerelnénk, hanem azért nem, mert hogy emögött, a hallgatás mögött az volt, hogy hát gyermekeim, ez a dolgok rendje, Magyarország kamaszkorból felnőtté vált, és most már legalább ők is tudják, hogy működik a képviseleti demokrácia. Még lehet, hogy meg is paskolták a kis buksiát Ferinek, hogy na most már te is látom, most már kezdett kapizsgálni, hogy kell ezt csinálni. Hát, na lassan azért belejöttük, eltelt 17 év, de most már úgy alakulgat. Abban az időben sokat hallgattam a Klubrádiót, írja az SMS író, amikor a Medgyessy kormány már a végét járta. Már akkor sokan telefonáltak be, hogy az egyetlen megoldás az MSZP számára Orbán Viktorral szemben Gyurcsány Ferenc. Onnan tudhatták a hallgatók, hogy alig telik el 2-3 hét, és ő lesz a miniszterelnök. Hát, hogy mondjam, látva Medgyessynek a szerencsétlenkedését, ahogyan ő útelágazódáshoz, nehéz szó, érkezett, hát ez volt az az útelágazódás, ahol elég egyértelmű volt, hogy merre lehet menni, hogyha nem a Medgyessy féle útelágazódáson folytatjuk az utunkat. Most, de egyébként ez látszott, tehát a Gyurcsány az már az... Gyurcsány láttatta magát, tehát Gyurcsány akkor már erőből tört föl, ő nem a semmiből jött, ez nem úgy volt, hogy a telefonáltak be a Klubrádióba az emberek, hogy Gyurcsány, és akkor így egyszer csak körülnéztek az MSZP-be, hogy ki az a Gyurcsány? Ja, ott az a srác, hát akkor legyen ő a miniszter. Ifjúsági és sportminiszterként Gyurcsány olyan erővel vetette bele magát a napi politizálásba, és olyan
iszonyatosan durván ment neki a Fidesznek minden egyes nyilatkozatában, hogy nem lehetett nem észrevenni, hogy ez a csávó, ez a semmiből jön, és a, minde, és a mindenig megcsinál. Nem a semmiből jött, ő tökéletesen tisztában volt azzal, hogy mire készül, ugyanis a pucs, mert nyugodtan nevezhetjük így, a pucs előtt ő lakossági fórumokon járta az országot, és folyamatosan úgy állította be magát, mint az egyetlen letéteményese annak, hogy itt változások következzenek be az MSZP politikájában. Tehát ő gyakorlatilag ezt már a széles néprétegek elé is tárta, gyakorlatilag így tálalta az ország felé azt, hogy ő lesz a következő. Hogyha most elővesszük azt, hogy mivel szokták rendszeresen baloldalról a Fideszt támadni, az akkor az, hogy Orbán Berenc, úristen. Nem volt ez akkora hülyeség. Orbán Viktor, azért tudod. Szóval Orbán Viktor egy diktátor, egy kis Napóleon, egy Führer, mindenféle ilyen. Tehát folyamatosan ez van. Egyébként ennek van igazságtartalma. De ki mondja ezt? Gyurcsány? Az a Gyurcsány, aki pucsot hajtott végre. Tehát konkrétan egy hatalomátvételt hajtott végre Medgyesivel szemben, majd meghamisította a választásokat. Ez az ember mi, ha nem diktátor? Az a félelmetes, hogy az derült ki a baloldali értelmiségről. Már ha lehet egyáltalán őket akár baloldalinak, akár értelmiségieknek nevezni, hogy ők egyetlen egy pillanatig sem gyűlölték Orbánt azért, mert ő ilyen diktátor hajlamuk is Napóleon, hanem mindvégig irigyelték. És ez akkor derült ki. Tehát ők is akartak egy ilyet maguknak. És azért fújtak rá, meg azért köpködtek rá kígyót és békát, mert ők egy pont ilyet akartak, és nekik nem volt. De ez a gyalázatos benne. Mert annak idején én is fújtam Orbánra, amikor ő volt hatalmon, és volt miért. De amikor megérkezett a másik, egy cseppet sem voltam elragadtatva, és nem azt éreztem, hogy na végre kiegyenlítődött, hanem azt éreztem, hogy kétszer akkora a baj. Igen. Tehát, hogy úristen, már ketten vannak ellenem. Nem azt éreztem, hogy na akkor most helyreállt a világrendje. Azért tegyük már hozzá ezt a kis apróságot, hogy amíg az MSZP emelte föl Gyurcsányt, addig a másik oldalon, tehát a Fidesz oldalon... Hogy Gyurcsány emelte fel az MSZP-t? Hát most már igen, de előtte ugye nyilván arról volt szó, hogy volt egy párt... De olyan mélyre szódította, amilyen mélyre, csak olyan magasról lehet. De csak azért emelte fel, hogy jól földhöz vágjon. De csak egy mondat, és nem akarok az Orbán Viktor fogadatlan prókátora lenni, egy dologról van szó, hogy Orbán Viktor csinálta a Fideszt. Tehát azért álljunk meg. Az, hogy ő azon az oldalon Führerként tetszeleg, az bizonyára visszás is lehet utálni, meg utáljuk azért, amilyen politikát műre, csak azt a pártot ő csinálta. Jó, csak egy demokráciában mióta vannak ilyen előjogok, erre vagyok kíváncsi, hogy én szartam, tehát örökké én maradok. Tehát elveszítem 5 választást, és továbbra is megkérdőjelezhetetlen a személyem. De ehhez nekünk semmi közünk egyébként, ez a Fidesznek a belső ügye, hogy ezt bent el tudják-e intézni. Az viszont ha erre vannak demokratikus szabályaik, és azok szerint mindig Orbán marad, és a nép, a választók elfogadják őt, mint vezetőt, akkor... Várjál, Dávid, nem összödi kategória. De abban viszont meg már kell, hogy legyen, arról kell, hogy legyen véleményünk, hogy az a párt, amelyik rendszeresen, most már következetesen választásról választásra a hatalom egyik esélyese, és kéri a szavazatunkat, az mennyire működik demokratikusan, mert úgy gondolom, hogy az állam igazgatás szintjén is ugyanazt fogja megvalósítani, ami a párt belső struktúrája. Ez teljesen jogos, tehát, persze, oké. Okay. Nézzük meg a jobboldali média struktúrát. Nézzük meg a Fidesznek a belső rendszerét. És nézzük meg a baloldali média, és a baloldali média struktúra. Na jó, hát... Én nem választanám külön, tehát itt egy ország van. De ne legyen már ez a bipoláris gondolkodásunk, hogy és a baloldal, és... De épp ezt mondom, hogy én nem választom külön. Egy ország van, és abban most sajnos, ha nevezhetjük ezt balnak, azt meg jobbnak, akkor ezek már nincsen értelme, ezek a fogalmak nem állnak külön, mert már mindegyik pontosan ugyanúgy működik. Ugyanúgy egy valamit szajkóz, ugyanúgy nincsen objektív hírközlés a médiában, nincsen olyan, hogy valaki azt közli le, ami történt, hanem azt közli le, hogy azt ő látni, vagy láttatni akarja, és az egyik oldalon így, a másikon meg úgy. És egyszerűen az egyik oldalon fasiszta veszély van, a másikon meg kommunista veszély, de valójában semmilyen veszély nincsen. Illetve hát a veszély... Hogy ne lenne veszély, az nem innen jön. A veszély az a kommunistázásnak és fasisztázásnak a folyamatossága, amelyre mi nem reflektálunk, vagy legalábbis nem reflektálunk úgy, hogy ez a helyzet megváltozzék. Amivel betömik a szánkat. Nincsen személyes sztorim ebben az ügyben. Egyáltalán nincsen. Nagy dolgot kaptam ettől, amit az elmúlt másfél évben csinálhattam. Az a személyes sztorim,
hogy változtassuk meg ezt a kurva országot, meg ki fogja megváltoztatni? Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával? Vagy C változat, nem történik semmi. El lehet még így egy darabig lébet szólni. Persze, hogy bonyolult az egészségügynek a dolga. De hát amelyikünk bemegy egy egészségügyi intézménybe, tudja, hogy hazugságok sokaságára épül. Persze, hogy az oktatásban borzasztóan nehéz bármihez hozzányúlni. De igen, azt látjuk, hogy nem egyenlően osztja a tudás széllyel. Valamelyikőtök mondta, hogy mégiscsak az Rató Gergő, de mégiscsak a legjobb igazságtalanság, kérem szépen, hogy a magyar oktatási rendszer egyik oldalról a köztünk lévő társadalmi különbségeket felerősíti, nem gyöngíti, aztán még szegregál is. Hát ez az igazi nagy probléma. Ez a nagy gond. És az a nagy gond, hogy azoknak adjuk az ingyenes állami oktatást, kérem szépen, akik a legjobb családokból jönnek. Hát ehhez képest nem az a botrány, hogy ki kell fizetni 3%-onként. Ha van társadalmi botrány, akkor az, hogy a felső 10 000 termeli magát újra közpénzen. Mi meg ezt nem merjük kimondani, és be vagyunk szarva, hogy azt mondjuk, hogy egyébként az 700-at, akkor tessék fizetni. Ne áltassuk itt egymást, ez az igazi botrány. Az az igazi botrány, hogy aki a Laci beszél, az ő cigány embereinek, annak 10 olyan jó minőségű egészségügyi szolgáltatás jut, mint nekem. És mondta, az anyámnak ismerik a nevét Pápán, és Gyurcsány Katusnak hívják, azóta neki is jobb jut a kurva életbe. Nem tudta, hogy mi történt. Megjavult az egészségügyi rendszer, fiam. Mondom, egy lószart, mama. Az az igazság, hogy fölismerik a nevedet. Ez botrány. Hát ehhez képest, társadalmi értelemben a viziti semmi. Az nem botrány, az kényelmetlen politikailag. Meg kifizetni. Meg politikailag lehet nekik súlyos következménye. De őszintén szólva, ez a következmény legfeljebb bennünket érint, ha hűidióták vagyunk. A társadalmi következménye, az meg mindenkit érint. Mi azért nem merünk hozzányúlni egy sor nyilvánvaló társadalmi hazugsághoz, mert félünk a ránk ható politikai következményektől. De hölgyeim és uraim, ez egy pár száz embernek, meg a családjának, meg az ismerősének a problémája, a miénk. De nem azért kell politikusnak lenni, mert ebből a kurva jól meg lehet élni, mert már elfelejtettük, hogy milyen autófényezőnek lenni. Hanem azért, mert meg akarjuk ezeket oldani. És egyébként pedig épp az elmúlt 4 évnek a tapasztalata, épp az Horn Gyula kormányzásának tapasztalata, hogy nem abba szoktak belebukni emberek, hogyha valamit csinálnak, meg ha nem csinálnak, francba is, mivel is, akkor el kell indítani. Tudni kell, hogy mit akarunk csinálni. Írtulatos lesz az első pár év. Persze. Teljesen érdektelen, hogy 20%-ja a lakosságnak fog ránk szavazni. Tavaly nyáron, az utolsó 8 évben először, a 100 emberből a szonda szerint csak 18 mondta, hogy ránk fog szavazni. Tavaly nyáron, gyerekek. Egy éve később nyertünk. Mi lenne, hogyha nem az egymás közötti faszkodás miatt veszítenénk el a népszerűségünket, mert csinálunk nagy társadalmi ügyeket, és nem probléma, hogy elveszítjük akkor egy időre a támogatásunkat, aztán majd visszaszerezzük, mert megértik. És el lehet majd menni vidékre nyugodtan, hogy megcsináltuk a 700-át. Hol nem lett mindenkinek jobb, igazuk van, de neki meg neki meg neki. Meg kollégiumok épültek ebben a nyüves országban végre újra. Erről szól a politika. Nem arról, melyikünkből lesz kerületi polgármester, mégis hány darab helyettese lesz. Fontos az is, persze, tudom én, nem vagyok naív. De nincs benne az ország első 100 legfontosabb ügyébe, és mi döntjük el, hogy melyikkel foglalkozunk. Mi? És az ország azt gondolom, hogy megérdemelni, meg mi magunk is, hogy ilyen dolgokat csináljunk. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az Apokalipszis RT papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. A, B és C verzió. A verzió az, hogy mi visszük az országot előre, B Orbán Viktor, ami ugye kizárt, C nem történik semmi. A legnagyobb probléma egy évvel az összödi beszéd kiszivárgása után az, hogy a C verzió valósult meg. Igen.
Szeretnénk tudni, hogy mik azok a reformok, még mindig kíváncsiak vagyunk. 06303030881 a SMS számunk, 2234881 a telefonszámunk. Tehát mit jelentenek a reformok, mert eddig kizárólag adóztatást, sarcoltatást, új adónemeknek a kivetését, kórházi ágyaknak a megszüntetését, tehát a működésképtelenné tett ágazatoknak a folyamatos, hogy hívják ezt? Szanálása az országnak. Ez az, ami zajlik. Tehát sajtolják, préselik. Tudod, tehát tudod, ez olyan, mintha Gyurcsány, tudod, van olyan, hogy föl kell számolni egy céget. És akkor hívnak egy igazgatót, aki jön és felszámolja. Tehát minden részét külön-külön eladja, és aztán a végén meg azt mondja, hogy akkor én most megyek és eloltom a villanyt. És akkor eloltja, bezárja, és utána a kulcsot bedobja a Dunába. Ezt jelenti felszámolni, hogy nem olyan egyébként, mintha a Gyurcsány meg a Kóka ezt az országot föl akarnák számolni, mintha az lenne a dolguk, hogy ezt most tokkal vonóval eladjuk, és utána megyünk tovább, megyünk Szerbiába, onnan megyünk Albániába, onnan megyünk Bulgáriába, és így, tehát, de nem olyan, mint egy ilyen szanálóbiztos. Tehát, hogy így... Robi, van erre a gazdasági életben egy kifejezés, úgy hívják, hogy válságmenedzsment, illetve válságmenedzser, akik azért így a világban mozognak, akik általában ahhoz értenek, hogy csőcélén álló cégeket kirántanak, vagy éppen berántanak, attól függően, hogy a könyvelő mit mond, hogy mi lenne a szerencsésebb. Gyakorlatilag ők is egy ilyen válságmenedzseri stábot képviselnek, és félek attól, hogy a környéken azért még egy pár zöldmezős beruházást majd végrehajtanak. Beszéltünk arról, hogy Gyurcsány, illetve Orbán is, hogy ők ketten, és hogy az antagonisztikus páros, és hogy mekkora a baj, hogyha már ketten vannak, és nem egyedül. Erre írta az SMS író, hogy a szitek mindig ketten vannak. De az a kérdés, hogy melyik a mester, és melyik a tanítvány? Ez a fő kérdés, nem? Ez egy jó kérdés, mert érdemes megfigyelni, hogy ezek kitől tanultak, mert Orbán például biztos, hogy sokat vett Berlusconitól, azt lehet látni. De Gyurcsány meg Blairtől. Gyurcsány Blairtől? Az lehet? Simán. Mert szerintem Gyurcsány az egyértelműen a magyar Blair, és Orbán meg a magyar Berlusconi. Csak én azt nem tudom, hogy melyiket rühellem jobban, a Blairt vagy a Berlusconi. Most egy belegondolom. Nehéz, mert egy ilyen versenyben azért ez... Hát Berlusconi talán. De most ez a két, hát, a Berlusconitól igen, dolog, igen, lehet. Berlusconi több pénze van. A Berlusconit azt 6 különböző okból lehet gyűlölni. Tehát amellett, hogy a létező legundorítóbb bűnöző, mafiózó, felkapaszkodott senki, legdemagógabb, legundorítóbb, legszemetebb mafiózó, emellett még táncdalénekes is, vagy mint ilyen nagyon szar szövegeket ír, meg énekel, emellett a világ legundorító futballcsapatának a legundorító edzője. Na ez volt itt a kulcskérdés. Elnöke, jó, ez hozzátartozik. De ráadásul, meg akkor hánytam ki majdnem a belem, amikor átadták a Bajnokok Ligája trófeát most tavasszal a Milánnak, és akkor a Gattuso-nak a kezébe került, és akkor ki akarta valaki venni, és akkor ott a Gattuso körbeintett, hogy így mindenki most csituljon el, és odavitte a prezidentének, és így átadta a kezébe. És önmagában az a kis stílűség, hogy Berlusconi lement a játékosok közé, és akkor ott megdobálták Berlusconi, tehát hogy így valamennyi méltóság azért egy elnökben, főleg aki már előtt az Európai Uniónak is az elnöke volt, meg Olaszországnak a miniszterelnöke volt, azért kéne, hogy legyen. Tehát azért ott fönt a tribünön, ott ő örüljön, de most ez a, tehát olyan kis stílű, olyan nyomasztó, olyan tényleg a legszarabb alak, aki talán az Európai Uniót valaha vezette. Viszont a Blairrel kapcsolatban meg az ember azért tud féktelen undort és gyűlöletet érezni, mert a Blair meg az angol munkáspártot, ami hagyományosan a Labour, az egy hagyományosan rendkívül szociálbilis, rendkívül sokat küzdött az a párt, és annak a pártnak nagyon-nagyon komoly hagyományai vannak a munkásosztály jogainak olyan mértékű kivívásában, amilyenek azért mostanában még azért nyomaikban, de azért működnek. Ez egy ilyen pártot átformálni, úgyhogy rosszabb legyen, mint a Tori, az kemény munka. Az kemény munka. És, de Gyurcsány Ferenc is ezt csinálja az MSZP-vel. Jó, az MSZP-t én nem dicsérem, soha nem volt jó párt, de Gyurcsány Ferenc azért abból egy kőkemény neoliberális pártot faragott. De melyik párt nem az? Tehát álljunk meg egy pillanatra. Az éppen ellenzékben lévő, mert hogy neki ugye az ellentétét kell szajkózni annak, mint ami történik. Na de azért, hogyha megnézzük a gazdaságpolitikai lépéseit Orbán Viktor kormányának, akkor azért
amellett, hogy volt egy-két populista intézkedése, hogy betömjük a parasztok száját, hogy csúnyán fejezzem ki magam, azért semmi másról nem szólt, mint az, hogy hát adjunk el mindent, amit lehet. Ugyanezen a szálon történik minden, és én úgy látom, hogy gyakorlatilag egy Európa szerte egy nagy párt lesz most már. Jesszusom, de demagógok vagytok, írja az SMS író. Hogy lehet egy több évtizedes egészségügyi válságot 15 hónap alatt tenni? Gondolom, úgy érte, hogy rendbe tenni. Nem, és azzal tömik be a költségvetésnek a réseit. Azt ne hívjuk egészségügyi reformnak, ha egy mód van rá, jó? Léci. Amikor azt látom, hogy megszüntetik az intézményeket, de semmi nem történik, tehát nem az, hogy átszervezik és modernizálják, hanem így ezt itt megszüntetik. Akkor azok, akik eddig ide jártak, azok abban a kórházba fognak járni, ahol eddig az ágyak száma az ennyi volt, és akkor most másfélszer annyi lesz, viszont a 4 kórház meg megszűnik. De tudod, összességében kevesebb lesz. És ezt mindezt olyan összehangoltan teszik, hogy az a fogadó kórház, akinek el kéne látni ugye a bezártak helyett a betegeket, az így tágra nyílt szemekkel néz péntek délután a betegekre, hogy mit keresnek itt, mert velük elfelejtették közölni, hogy holnaptól ők a súlypontért. Beteg embereket, és ez nekem nagyon közeli élményem. Nekem az édesanyám volt így, hogy a belgyógyászatról kirakták, hogy ő meggyógyult. Másnap elszédült, és elesett a lépcsőn, és arccsonttörése lett, és hogyha most csak úgy, ha most elvonatkoztatok attól, hogy ez nekem, mint a fiának mennyire fáj, és ő neki mennyire fáj, hát ott, ha mindezt félreteszem, és csak gazdaságossági alapon nézem, hogy nem érte volna meg még 3 napig ápolni a belgyógyászaton inkább, mint utána 1 hónapig a traumatológián? Tehát, hogyha már csak így összerakom, hogy azért, mert túl korán engednek ki valakit, azért fejre esik a lépcsőn, akkor még 1 hónapig kell ápolni az egyébként 3 nap helyett, akkor ez most tényleg, ez most így gazdaságosabb lett? A legdurvább ebben az, hogy sajnos közvetlenül én is tapasztaltam hasonló dolgokat, attól elkezdve, hogy pénteken a minisztériumtól kijött emberek lezártak kórházak szárnyait, és a hétvégére berendelt betegeket nem tudták hova rakni, ez egy konkrét történet. Ettől függetlenül azt így elmondhatjuk, hogy a gazdasági részét félretéve, tehát konkrétan az egészségügyi reformnak nevezett intézkedés csomag, ami gyakorlatilag senki nem tudja, hogy hova vezet és mit hivatott látni, vagy mit hivatott meglépni, annyit elmondhatunk, hogy most már nem csak a pénzünkkel játszott Gyurcsány Ferenc, hanem konkrétan az életünkkel. Amikor sokan azt írják itt most az SMS falra is, meg nagyon sokaktól hallottam már, és van benne igazság, hogy elsősorban nem Gyurcsány kurta el, hanem elsősorban Medgyesi kurta el. Ugyebár az 50%-os közalkalmazotti béremelésről van szó, nem, akkor még Gyurcsány nem volt a személyes tanácsadója Medgyesinek, amikor az 50%-os... Már előtt nem? Nem akkor. Amikor az 50%-os közalkalmazotti béremelést Medgyesi meglépte, akkor Gyurcsány még nem volt a tanácsadója, később lett a tanácsadója. Az volt a választási ígéret. Medgyesi betartotta a választási ígéretet, és ezzel hozta az önkormányzati választást is, ami ilyen mértékben eddig talán még sosem sikerült, hogy a megnyert parlamenti választás után megnyerni az önkormányzati választás is. Viszont igaz, megint az a válasz, hogy igen és nem. Medgyesi kurta el, mert valóban ő indította el az országot azon a pályán, aminek a vége az államcsőd közeli állapot lett, amely a díszleteket adta az Összödi beszédhez. Viszont Medgyesi azután, hogy betartotta a választási ígéreteket, és csődbe vitte, vagy csőd közeli állapotba vitte az országot, annak rendje és módja szerint el is vesztette volna a választást. De jött Fletó, meghamisított mindent, és megnyerte. Tehát Fletó volt az, ahol a rendje módja szerint történő gyalázatdemokráciánk kitért a maga kerékvágásából. Tehát ott valami nagyon félrement. És szerintem értitek, ti legalábbis, akik itt ültök velem szemben, hogy én mire gondolok. Aztán remélem, hogy a hallgatók is valamelyest értik. Nyilván nem önértékén az a baj, hogy az MSZP nyert, hanem mert hogy mégiscsak arról szól egy választás, hogy valaki nyer. Értelemszerűen a nép akarat dönti el azt, hogy ki nyer. Nem voltunk a megfelelő információk birtokában. Akkor nem a nép akarat dönt. A probléma az alapvetően az, hogy
hogy nem volt hajlandó a bizonyos mérleget, azt a bizonyos képzeletbeli mérleget kiegyensúlyozni, amin a tartozik és követel serpenyői vannak. Tehát elkúrtam, felhalmoztam, utána szétosztottam, utána elhazudtam, utána eltitkoltam, utána csaltam, utána belehazudtam, majd pedig megnyertem, majd pedig tovább titkoltam, majd pedig kiszivárgott, majd pedig szétvertem. Tehát, hogy ez a folyamat, ez egyetlen egy nagy ív. És itt a probléma az Gyurcsánnyal, tehát hogy mondjam, lehet, hogy Medgyessy követte el a hibát, de Gyurcsány a bűnt, figyeljtek, ha értitek. Azon, ez tök jó, amit mondasz, de kicsit akkor tovább menve, nézzük már meg, hogy mi lett volna akkor, hogyha nem szivárok ki az összödi beszéd, akkor hogyan tálalják nekünk azt, hogy gyerekek oltári nagy szarban már elkezdték, hát volt a miért, miért kell megtenni, ha fáj kampány. Ez már elindult, már az összödi beszéd. De ezt nem fogorvos, lehetett. A fogorvossal próbálták, a fogorvos volt a párhuzam, amivel próbálták lenyomni a torkunkon stűrcsérezelően. Ezt nem lehetett volna lenyomni a torkunkon, azt, amiben most de vagyunk. Az volt a dolog, hogy értsd meg, hogy egy fogorvosnál ülsz, és várjál, mi a fogorvosnál az alaphelyzet? Az, hogy ő az orvos. Tehát ő a doktor. Tehát van egy ilyen szituáció, hogy te nem értesz hozzá. Végeztél orvosi egyetemet, bunkókám? Nem végeztél. Fáj a fogad, érted? Rossz az egészségügy, nem racionális a közigazgatás, nem értesz hozzá, nem tudod, mi van. Én viszont tudom, hogyha ezt így hagyjuk, mondja a fogorvos, szétrohad a pofád, érted? A vége az lesz, hogy a rohad a pofád, büdös a szád, fáj is, nem tudsz dolgozni menni, végén éhendög lesz, de jobb is lesz neked, mert nem is tudnád szétrágni, mert rohad a fogad, érted? Tudom, hogy fájni fog, de meg kell csinálni, mondja a doktor. Tehát ez a kampány. De az a doktor elindult. Egy héttel azelőtt még azt mondta, hogy hát ilyen gyönyörű fogsort én még nem láttam, uram. Hát látszik, hogy én tartom karban az ön fogait. De akkor ő vigyorgott a tükörbe. Egyébként visszatérve, hogy most ki a nagyobb felelős, Megyó vagy Fletó, ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy hát az összödi beszédben Gyurcsány maga mondja el azt, hogy majd beledöglöttem, hogy másfél-két évig úgy kellett tennem, mintha kormányoznánk. Oké, tehát hiszem, nem csinált semmit. Nem megyózott. A tartalmi részére gondoljunk arra, hogy ő miután Medgyessytől átvette a hatalmat, nem csinált semmit. Tehát ez az erről van szó. Tehát Gyurcsány pontosan felvállalta ennek a felelősségét. Nem mondta azt, hogy Megyó volt, ő tette tönkre, mert sokat ajánlott, meg sokat osztogatott. Nem mondta. Ebből látszik, hogy valóban ő kurta el, és nem Megyó. Ő azon a vonalon tartotta a struktúrát, vagy hogy mondjam, a kormányzást, ami Megyó elindította. Tehát azért azt az államcsődöt, azt Megyó idézte elő, tehát azon ne vitatkozzunk, hogy az 50%-os közalkalmazotti béremelés azt terhelte meg olyan mértékben az államháztartást. Hát, ez utolsó csepp, nagyon sok minden más. Az, hogy mindent elprivatizáltak, az is nagyon megterheli az államháztartást, mert nincsenek bevételei, mert szarérhúgyért szétosztogatták a vagyonokat, nincsen adóbevétel, mert azt is csökkenteni akarják, a multiknak nem kell adózni, nem kérik számon senkitől. Ez nem ott kezdődött, hát ez már a 80-as években kezdődött, hát mi folyamatosan ezen a pályán vagyunk, rohanunk bele a bukásba, komolyan. Nekem az a javaslatom, hogy tartsuk meg legalább azt a fogadalmunkat, ha már összödről beszélünk, az összödi beszéd kiszivárgásának egy éves évfordulóján, hogy némi távlatból próbáljuk szemlélni, és megpróbálunk egy nagyobb perspektívából képet alkotni arról, ami történt egy évvel ezelőtt. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Az apokalipszis részvénytársaság az apokalipszis egyik roppant hatékony és nagyon-nagyon dinamikus lovasáról, vagy inkább főlovarjáról. Lovász fiújáról? Egyik lovász fiújáról. Egy olyan csikós legényről van szó, aki egyszerre 4 lovat lovagol meg, ahogy ezt a Hortobágyon megszokhatták a turisták, na most az apokalipszis 4 lován áll Feri egyszerre. Igen, igen. És visz minket a szebb jövőbe, mint azt tudjuk. Amikor azt mondja Gyurcsány, hogy neki nincsen személyes sztoria ebben, majd két mondattal később arról beszél, hogy a felső 10 000 hogyan termeli ki magát közpénzből, és hogy ez a baj.
akkor az ember mégis azt érzi, hogy van valami személyes sztoria ebben a Fletónak. Tehát, nekem ebben nincsen személyes sztorim, de azért elmondom, hogy mi a baj. Az a baj, hogy a felső 10 000 mondja ezt a felső 1000-hez tartozó figura, közpénzből termeli ki magát újra meg újra, mondja ezt ő, aki a közpénzeket privatizálta szét. Tehát tényleg, ez az ember, tehát így... Feri, mi nyomja a lelked? Mondja, mert valamit nagyon el akarsz mondani, csak még nem merted. De hogy az a brilliáns, hogyha valaki ennyire gátlástalan, mint a Gyurcsány, akkor az elmondhatja magáról, hogy a saját magára vonatkozó legdurvább vádbeszédeket is ő maga mondja el. Mert hogy ez se engedi át másnak. Igazából ez az ő nagy stílusségének a jobb példázata. Tényleg Cyranói figura. Az óra is megvan hozzá. De szóval csak az első millióiról ne kérdezzük, nem? Mert egyébként meg mindent meg tud magyarázni. Mi az, hogy nagyon is? Tehát, hogy így tényleg így abszolút bevallotta már többször, hogy az meg elnézést, tehát, hogy ő neki így úgy van pénze, hogy azt mi ne tudjuk meg, hogy hogy van, és utána elmondja azt is, hogy hogyan termeli ki magát újra meg újra. Olvashatunk róla egy-két jobboldali labban, ahol kivételesen, ugye konkrétan a Magyar Nemzetről van szó, de komolyan, tehát én nem szeretem azt az újságot, de ettől függetlenül elmondható, hogy a Gyurcsány Ferenc vagyonosodásával foglalkozó cikksorozat az azért volt korrekt, mert konkrétan papírokkal támasztották alá, és ha ez nem így lett volna, akkor tehát ha nem lett volna igaz, az szétperelte volna a Feri az agyát. De nem, hát a Népszabadság is tele, a Népszabadság is tele volt korrektebbnél a korrektebb, végtelenül hiteles, leleplező riportokkal, meg leleplező oknyomozó írásokkal, Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt. Csak érdekes módon, ahol választás után Medgyessy lett a miniszterelnök, és ezek az írások, ezek eltünedeztek. Hát csak átmentek egy másik laphoz, nem? Szóval így egyszer csak ott bukkantak fel. Igen, érdekes módon. Tehát én egyébként hiszek, tehát én egyébként azt gondolom, hogy ezek korrektek ezek az írások, csak érdekes módon mindig egy bizonyos ciklushoz köthetőek, bizonyos újságoknak ezek a leleplező írásai. Periódikusak, olyan, mint a színuszgörbe, hogy fölle. Mondjuk ebből érdekes. A szempontból ez a műsor például olyan, hogy én már annyira várom, hogy Orbánék legyenek kormány, amire annyit szittam Fletóékat az elmúlt években. Hogy az ember érzi, már hogy bennem van. Azt is érzi, hogy hát most ellenzékben vannak. Van annak elég baj. Az ország önkormányzatainak nyomasztó többsége fölött rendelkeznek azért. Majd el is veszik az önkormányzatoktól a lóvét a szocik úgy, ahogy kell. Tehát abban nem lesz hiba. Jó, hát ez így megy. Borzasztó pofaszkodás megy. Tehát tényleg az van, hogy demokrácia meg jogállam, ezt tegyük félre, és az van alapvetően, hogy hogyan szivassuk meg a másikat, illetve mindenki mást, aki nem mi vagyunk. Tehát aki nem a mi mezünk van. Én azt gondolom, hogy egy kicsit távlatibb perspektívába helyezzük az Összödi beszédet, hogy... Nehéz. Ami ez idáig nem sikerült nekünk, bár a műsor elején, az első percben. Várjál, de most közeledünk a ciklus, 2 órás ciklusunk végéhez, és itt az ideje betartani az ígéreteket. Az utolsó 5 percben. De holnapra újra megszavazunk, Robi, emiatt ne aggódj. Szóval, azt gondolom, hogy a baloldalnak Magyarországon Kumbéla óta nem ártott annyit senki, mint Gyurcsány. Én ezt komolyan gondolom. Tehát az, ami itt Gyurcsány után jön, tehát utánam az özönvíz, ezt olyan jogosan, mint mondhatja most Gyurcsány, még senki nem mondta. Én még Gerő Ernőt szerettem volna mondani, de mert azért ő is oda tett. Tehát de annyit talán mégsem. Dembski Gábort nyugodtan sorolhatod. De ő a liberalizmusnak. Nem baloldali. Ő a liberalizmusnak, de őt viszont még megfejelte Kóka. Tehát, hogy Dembski nagyon sokat ártott, de rátett egy lapáttal Kóka, igen, hogy a liberalizmus az tényleg egy szitok szó legyen. Most Medgyessy Péter az úgy gondoltam egyébként, hogy ő lesz az, aki megássa a baloldal sírját Magyarországon, de jött Fleton. És tudod, hogy mit érzek? Hogy amiután ő távozik, azután Orbán Viktornak nem egy ciklusa lesz, és nem 2. Tehát itt nem 4 év vagy 8 év Orbán lesz, hanem 16 vagy 20. És ez most még talán így a Fletónak a nyomasztó súlyától görnyedve nem is érezzük, hogy ez mekkora baj lesz. Az a baj, hogy ha meg lesz a második ciklusa Orbánnak, már pedig meg lesz, ő is tanult azért Fletótól is, akkor viszont ez a műsor többet nem fog felcsendülni. Talán 4 évet kibír Orbán alatt, de 8-at biztos nem. Egyébként amit mondtok, az teljesen aláírom. De ennek de ez nagyon nagy baj. De várja, mindennek... ha nem jött volna Fletó, akkor maradt volna ez a váltógazdaság, és az embernek meg lett volna, a hülye parasztnak meg lett volna annyi öröme, most magamra gondolok, csak nehogy valaki magára vegye, persze rajtatok kívül, kedves hallgatók, viccelek. Szóval még annyi öröme meg lett volna a hülye parasztnak, hogy jól van lopnak,
uszítanak, meg garázdálkodnak, de négy éve meg hazudoznak. De négy évenként én vagyok az úr. Négy évenként elhúznak a vérbe, és elgondolkodnak, hogy hogyan jobban. Aztán visszajönnek, és meg... Tehát, hogy itt az, hogy a Gyurcsány itt hosszabbított egy ciklust, ez kitérített mindent a maga kerékvágásából. Hogy mondjam, hogy is mondják ezt? Az idő, az kitért a maga kerékvágásából. A téridő kontinuum megbomlott. Megbomlott. Igen, azt hiszem, hogy a téridő kontinuum megbomlott összödön. És most jön az, hogy Orbán Viktor fogja szerintem ezt a négy lovat majd bevinni a révbe. És hogy ott a révbe mi lesz, hogy ránk ott mi vár, azt nem tudom, de azt hiszem, hogy egy betonhordó lesz a lábunkon, és be leszünk lökve a vízbe. Én legalábbis úgy érzem. Ez nevéletes kép volt arra vonatkozóan. Ha már megérkeztünk a révbe. Viszont azért egy dolgot tegyük hozzá. Ti abból indultok ki, hogy az MSZP, nem, hogy az MSZP hátán ott lesz Gyurcsány, és Gyurcsány lerántja a mai magyar baloldalt. Már lerántotta. Ez már csak időkérdése. Ez nem, várjunk. A magyar baloldalnak vége van, egyébként nem nevezném őket annak, de annak a kifejezésnek, hogy baloldali, annak vége van. De nehogy már leírjátok őket. Hát, uram Isten, álljunk meg egy pillanatra. Na, mutass egy hiteles arcot, egyet ha mutass. Ha ledobja magáról Gyurcsány Ferencet az MSZP, a közeljövőben, még ők maguk mert a láncolták maguk. Miért gondolod, hogy a párton belül nem beszélgetnek arról, amiről mi? Ők ezt pontosan látják. Le fogják magukról rúgni, esetleg eljutunk egy időközi választáshoz, azt mondják az SZDSZ-nek is, hogy nyetú, lehet, hogy azt elbukják, de a baloldal nem fog tönkre menni. Szerintem én még nem írnám le őket. Választás. Nem, én nem írnám le őket. Nagyon nem írnám le a baloldalt, Gyurcsány Ferencet egész nyugodtan le lehet, és az SZDSZ-t is. De az MSZP-t semmiképp. De lássuk már azt, hogy ha azt mondod, hogy az SZDSZ-t le lehet írni, akkor nézd meg, hogy az SZDSZ-ben is milyen folyamatok zajlottak, és milyen sikerrel. Ott megjelent egy kis Gyurcsány, úgy hívják, hogy Kóka, aki véghez vitte ugyanazt a puccsát az SZDSZ-en belül, ugyanúgy megcsinálta magának a pártot, megszerezte a pártot, és most ővé az SZDSZ. Van is 2,5%-os támogatott. Jó, nem szinten. Azt mondom, de a párton belül, tehát én most nem azt mondom, hogy az ő támogatottságuk mekkora, hanem hogy a párt struktúrában elképzelhetsz-e helyére mást, nem. És szerintem hogy Gyurcsány ne. Ugyanígy bevásárolta magát, megvannak az ő emberei, mindenkinek megvan a kis csúsztatott pénze, mindenki megkapta a maga kis üzemét, gyárát, akármiért, privatizálhatott valamit, szállíthat sódert, meg bort, meg amit akarsz, tehát ott vannak a kis üzleteik, jól élnek, és köszönjük szépen, ők maradnak Fletóval, mert ki más? Fletón kívül szerintem bárki jó, tehát egy bologatos kutyát beültetnél az elnöki székbe, az kevésbé ártana most a párt népszerűségének, mint ő. Az biztos. De kérdés, hogy érdekli-e őket a párt népszerűsége, vagy érdekli őket az a pénz, amit ebből ki tudnak nyerni? Figyelj, rövid távon rabolni, vagy hosszú távon lopogatni, ha ilyen kifejezés, azért mindenképpen az utóbbi mellett fognak voksolni. Én azt gondolom, hogy Gyurcsánynak olyannyira értek egyet veled, Pilu. Kezdünk hasonlítani egyébként az újságíróklub, meg sajtóklub, meg ehhez hasonló média képződményekre, hogy így úgy veszük át egymástól a szót, hogy nagyon úgy van, sőt. De szeretlek. Majd Dávid, egyetértve azzal, amit mondasz, annyival egészíteném ki. Szóval olyannyira igazad van, Pilu, hogy nem csak, hogy nincsen helye a hatalomban Gyurcsánynak most már hosszú távon, tehát a következő választásokon túl a legrosszabb esetet mondom, hanem szerintem igazából az országban sincsen. Tehát képzeljük el azt a forgatókönyvet, hogy mondjuk 5 év múlva Gyurcsány Ferenc beül Budapesten egy színházi előadásra, mondjuk beül a Víg Színházba, hogy megnézzen egy előadást. Csak képzeljük el, ezt a helyzetet, hogy ott mi lenne. Hát ha mellém ül, fölállok, az biztos. De ezt mondom, tehát hogy képzeljük el Gyurcsány Ferencet, ahogy bemegy egy itt tudom én, CBA-ba, vagy mit, Spárba. Mondok rosszabbat, nem egy vidékre. Vásárol, de és miért azt mondja, oda megy a pulthoz, és azt mondja, hogy 30 deka gépsonkát kérek. Tehát képzeljük el ezt a szituációt. De miért képzelném el? Ő az operabálba jár, a kis barátja meg a bécsi operabálba. Évente egyszer van operabál. Oké, hát el vannak ők, ne aggódjál. Ez nem életszerű, majd amit most mondasz. Majd ő innen szépen élet. Lelép. Igen, és miniszterelnökként majd... lehet úgy élni 4 éven keresztül, mert az ember vagdossa a centiket, hogy kormányzati autóval járok, nem találkozom emberekkel, tehát így lehet. Majd a karácsony szigeteken. Hogy testőr véd, hogy minden, hogy gyakorlatilag nem megyek emberek közé. De 4 éven keresztül ezt még meg lehet csinálni. 8 évig meg lehet csinálni. Meg fogja kapni, életen keresztül. Meg fogja kapni a megfelelő beosztást valamelyik iszonyatos nagy pénzügyi szervezetnél, ahogy Bokros megkapta a
a valuta alapnál, ugyanígy meg ahogy Kovács Lászlót elküldték a szolgálatot. Jó, én csak azt mondom, hogy neki ebben az országban, én azt mondom, hogy neki ebben az országban nem lesz maradása. Nem tudom elképzelni Kovács... ismerve az országot, és látva azt, hogy Gyurcsány mit adott. Jó, én még annyit tennék hozzá, hogy azért nézzük meg, hogyha ott leszünk majd a következő választásnál, és ott lesz Orbán Viktor, ez egyértelmű, mert nem állítanak mást a helyére, akkor ki ül le vele szemben a székre a miniszterelnök jelöltek vitáján? Ki? Ki lesz az? Tessék, mondjatok egy nevet. Nem lesz senki Gyurcsányon kívül. Nem. De lehetséges, de akkor annak meg vereség lesz a vége. Tehát neki ezt ott akkor is vége lesz. Ők ezt már bukták. Hát ez volt az emlékadás, az Összödi beszéd kiszivárgásának egyéves évfordulóján. Azt mondom, hogy ünnepeljünk önfeledten. Hogy is mondta Gyurcsány Összödön? Igyunk kurva sok bort, és felejtsük el az egészet, de azért ne teljesen. Az Apokalipszis részvénytársaság mára berekezt gyűlését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje jelszavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez. Tartsa ízben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyal a bolygót.